Na no, hát mindenkit tisztelettel üdvözlök a harmadik országos magyar kenszet az első tájékoztatóján, amit azért tartunk, hogy azokat is megismertessük a versenynek a részleteivel, akik még nem ismerik, illetve látok egy-két ismerős nevet a résztvevők között, akik már szerepeltek vagy részt vettek a kenszet ők is az aktuális friss információkat megkapják. Ö Készült, készítettem egy prezentációt, amit sajnos az én gépemen nem tudok levetíteni, úgyhogy azért megkértem egyik szervezőtársunkat, Ferenci Leventét, hogy majd indítsa el a, a prezentációt, de addig is először is szeretnék bemutatkozni. Én Székely Anna Krisztina vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, a MANT-nak a főtitkár helyettese, illetve a Kenset versenynek a főszervezője. Ez a Kenseth verseny, aki még nem tudná, vagy most ismerkedik csak a dologgal, az Európai űrügynökségnek a kezdeményezése 11 néhány évvel ezelőtt indult el, és 2018 óta minden évben voltak magyar csapatok is, akik közvetlenül pályáztak az Európai űrügynökséghez, és akik csak az Európai Döntőn vettek részt. Ö, és... Elnézést közben is egy üzenet. És 2022-ben úgy döntöttünk, hogy Magyarországon is fontos lenne, hogy legyen egy ilyen országos verseny, ami tulajdonképpen az előválogatója volt a, az, az európai döntőnek, és így aztán ez már a harmadik év, amikor ezt, ezt megszervezzük. Annyira jól sikerült a az előző két verseny, legalábbis mi, mi annyira jól éreztük magunkat, és annyira sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy idén is igyekszünk még jobb versenyt csinálni, mint az előzőek voltak. És ehhez már egy, egy nagyon tapasztalt és Összeszokott csapat verboválódott össze az évek során, akiknek a jelentős része korábban maga is vagy kenszetversenyző volt, vagy pedig a szervezésben is részt vett. Szerintem Levi, légy szíves, indítsd el és oszd meg a prezentációt. Közben jött egy üzenet. Ó, jó napot az. jó napot kívánunk igen. Én látom a prezentációt, mindenki más is látja, gondolom, hogy igen. Igen. igen no. akár. Annyi... Szuper köszönöm szépen. Annyi változás történt a szervezésben az előző versenyekhez képest, hogy idén tavasszal elindult végre a Magyar Ezeró Iroda ami az európai Ürügynökségnek a közoktatási irodahálózata. Ez már már nagyon jó volt, nagyon ideje volt, hogy hogy elinduljon, mert rengeteg jó programot tartalmaz. Jelentős részben pedagógus továbbképzéseket, ami azt jelenti, hogy ingyenes és részben akkreditált képzések folynak már, és fognak folyni a, elsősorban reál tárgyakat érintve, amik során az űr témával próbálja közelebb hozni a, az úgynevezett STEM tárgyakat a diákokhoz, és ehhez nyújtanak segítséget a tanároknak. De részben közvetlenül a diákokat is megszólítja az ezerú, és enne, ezeknek a programoknak az egyike a kenszet, ami eddig ugye Ezeron kívül működött, de idéntől már ez is az Ezeró ernyője alá tartozik. És ez úgy működik, hogy van egy konzorcium, amelyik a Magyar Ezerót működteti, a Design Terminal Non-Profit KFT a, a főtagja, az összefogója a az Ezer, Magyar Ezerónak, és ezen kívül a az ELTE van benne, akik a pedagógus továbbképzéseket végzik, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a BME, eh, ahol szintén vannak programok, illetve az egyes, mi egyesületünk a MANT, eh, mi elsősorban a Kenset verseny szervezésével veszünk részt, illetve még néhány egyéb programban a Klimadetektívek, a, a, holdbázis és valószínűleg az Astropike programban veszünk részt egyenlőre. De a Kenszet verseny szervezése az teljességgel a magyar Asztronautikai Társaság égisze alatt folyik. Természetesen sok külső segítséget is kapunk ehhez. Ennek a versenynek a már kialakult menetrendje van, amin csak javítani igyekszünk, de ami bevált azt, azt megtartjuk, úgyhogy aki tavaly részt vett ezen a tájékoztaton, annak ismerős lehet majd ez a prezentáció, hiszen sok mindent nem kellett rajta változtatni, a ö, rég bevált jó ö, menetrendet azt megtartottuk. Ö, itt láthatóak az első dián az elérhetőségek, illetve a, a versenynek a honlapja és a közösségi média ö, oldalai. Érdemes ezeket mindet ö, ö, figyelni, hiszen uh, igyekszünk mindenhol kommunikálni a legfontosabb dolgokat, de a versenyzőkkel, a csapatokkal uh, idén először elsősorban a Discordon uh, tervezünk kommunikálni. Uh, az egy nagyon rugalmas, nagyon jól használható, és főként a fiatalok által nagyon uh, jól ismert és uh, szeretett platforma Discord, ezért uh, már tavaly is csináltunk egy Discord szervert. És uh, idén egy újabb újabb szervert. Uh, fogunk beüzemelni, illetve hát már kész van, és ezt használhatják a csapatok, akár a dátumok, az információk ellenőrzésére, akár kérdéseket lehet majd feltenni, és ott tudunk kommunikálni, egymással válaszolni. Ugye az Ezerónak a logója is látható itt a dián, ez nagyon fontos, ugye, mivel az Ezeró ernyője alá tartozik már a verseny, ezért ezzel mindenki fog találkozni, hiszen ez, ez ad egy keretet a versenynek. Levi, kérlek, léptes egyet. Köszönöm szépen. Ez Ezzel a kis tíz másodperces beharangozóval már lehet, hogy többen találkoztak, és ezzel igyekszünk különféle platformokon népszerűsíteni a versenyt. Nyugodtan osszák tovább, mert azt szeretnénk, ha minél több csapat részt venne a versenyen. Ugyanis nem, nem, az a legfontosabb, hogy a csak a legtehetségesebb és legjobban felkészült, és már most az elektronikáról és a programozásról minden tudó diákok vegyenek részt. Ennek a versenynek pont az a lényege, hogy aki egészen alacsony szintű ismeretekkel indul neki, az is nagyon sokat fejlődhet és tanulhat, és az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan csapatok, akik az első évben nem sok mindent értek el, talán az első mérföldkövet teljesítették, de aztán a következő évben is indultak, másokkal jobb felkészültséggel, és rengeteg mindent tud adni a diákoknak. Itt a, a verseny néhány részletét vagy szabályát soroltam föl. Több, ké, többen is kérdezték már, ez most vetődött föl az előző verseny vége felé hogy a 13. évfolyamos technikumi diákok is részt vehetnek-e a versenyben, és úgy döntöttünk, hogy igen, hiszen az ÉZÁ-nak az a szabálya van, hogy nappali képzésben résztvevő középfokú tanulmányokat végző diákok lehetnek résztvevők, felsőfokú intézménybe járók már nem, de a technikumi évüket töltő diákok ö, középfokú intézménybe járnak, és, és nem felsőfokú tanulmányokat folytatnak, ezért 19 éves korukig ö, részt vehetnek, hiszen ez az életkori határ és az Európai Ürügynökségnek a szabálya, ettől nem térhetünk el. Nem csak magyar állampolgárságú diákok vehetnek részt, hanem határon túli vagy akár távoli országban élő magyar diákok is. A lényeg az, hogy a csapatnak legalább a fele magyar állampolgársága rendelkezzen. Tehát akár egy Magyarországon tanuló külföldi diák is tagja lehet egy csapatnak, hogyha a csapatnak legalább a fele magyar állampolgár. A feladat pedig a verseny során az, hogy meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő eszközt tervezzenek meg és készítsenek el a diákok, méghozzá egy műholdszimulációt. Ez attól műholdszimuláció, hogy minden funkcióját tudja, amit egy műholdnak tudnia kell. Tehát van áramellátása, van vezérlése, valamiféle mérést végez illetve tud rádión kommunikálni a külvilággal. Egyetlen dolgot nem csinál, nem kering a föld körül. És hát természetesen nem, nem olyan anyagokból készül, amik az űrt bírják, tehát olyan feltételeknek nem fele meg, de minden egyéb funkcióját el tudja látni egy műholdnak. Néhány évvel ezelőtt, akár tíz évvel ezelőtt is, vagy 15 évvel ezelőtt is, egészen merész gondolatnak tűnt volna, hogy középiskolás diákok műholdat készítsenek. Hiszen 2012-ben volt az első olyan műhold, ugyanaz igazi műhold, kis műhold, amit egyetemisták, magyar egyetemisták készítettek, és az is egy egészen új és meglepő dolog volt, hogy egyetemisták ilyet tudnak csinálni. Most már ott tartunk, hogy középiskolások is tudnak ilyet csinálni. Nyilván egyszerűbbet, nyilván nem olyan magas műszaki színvonalon, mint akár a Maszat egy kisműhold volt, de akkor is egy fantasztikus előrelépés történt abban, hogy már a középiskolai középiskolás korosztálynak is lehetősége nyílik arra, hogy egy ilyen komoly eszközt megtervezzen és összeállítson. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy a, a diákoknak a motivációját, a lelkesedését felébresszük és fenntartsuk, hiszen aki most jelen van ezen a tájékoztatón, nyilván tisztában van vele, hogy mennyire nehéz a, a gyerekek érdeklődését a, a reál témák iránt fenntartani, illetve hát tudjuk, hogy mindenféle problémák vannak a, a hosszú távú érdeklődés fenntartásával. És ez egy olyan projekt, hogy több száz gyerek eddig már hét hónapon keresztül dolgozott kitartóan egy nem könnyű probléma megoldásán csapatban. Tehát valamit tud ez a verseny, ami talán segíthet a diákok reál irányba terelésében illetve hát sok minden egyébben, de ezt majd, majd később erről beszélünk. A verseny menete úgy néz ki, hogy van két mérföldkő, az első egy könnyebb, mind a kettő arról szól, hogy dokumentációt kell benyújtani, az elsőnél egy, egy kevésbé részleteset, nagyjából le kell írni, hogy mégis milyen műholdat, milyen kenszetet készítenek, vagy terveznek elkészíteni, és a második dokumentáció viszont már egy egészen részletes és konkrét leírását kell, hogy adja az eszköznek teszt teszteredményekkel és egyéb bemutatkozással. A második mérföldkő után a bíráló csapatok vagy bíráló párok fogják bírálni ezeket a dokumentációkat és a végén a háromtagú szakmai zsűri fogja a végső döntést meghozni, hogy melyik tíz csapat kerül a döntőbe, illetve lesz valószínűleg három tartalékcsapat, és a tíz döntős csapatnak az eszközét, a kenszetjét a műegyetemi BMS Suborbitás rakétaversenycsapat által készített kutatórakéták fogják körülbelül egy kilométer magasba felvinni, ahonnan kiszabadulnak, és a saját ernyőjük segítségével visszaérkezve a földre a, a, lefele út alatt méréseket végeznek. És a csapatok a mérések, illetve a kapott eredmények alapján másnap beszámolnak a zsűrinek, és kiválasztjuk azt a győztes csapatot, amelyiknek a tagjai nyár elején kiutazhatnak Hollandiába, az Európai ügynökség Technológiai Központjába, az esztekbe. be Idén volt először az a program, ami az Európai Döntő helyetti program volt, ezt, ezt úgy nevezték el, hogy Space Engineer for a Day, tehát űrmérnök lehetsz egy napra, és egy egészen fantasztikus, feszített és érdekes programot raktak össze. Hát azt hiszem, hogy összesen három nap volt az egész program, de a neten olvasható a, a Kepiszat csapatnak a, a beszámolója, akik, akik nagyon élvezték a, az egész programot. Tehát az ÉSA próbálja egy kicsit így a kompetitív irányból elvinni a, az európai eseményt egy ilyen közös közös program irányába. Tehát ez az idei verseny, az most októberben indul, ugye 10, szeptember 17-től október 13 áig van a, a regisztráció és időszak, és utána április elején lesz a döntő, még meglátjuk, hogy pontosan melyik napokon, de hát ez egy olyan hét hónapos, bőfél éves projekt. Arról már volt szó, hogy kik vagyunk mi, tehát a Magyar Asztronautikai Társaság szervezi ezt a versenyt, az 1000 nek a keretén belül, a rakétaindítás szolgáltatója az a Launch Provider, az a BMS Suborbitals rakéta versenycsapat, és hát rengetegen segíterek még külsősök is. Többek között indult egy új kezdeményezés Detről Sunor űrkutató jóvoltából, vagy az ő, ő ötletére, ami a Cancet elnevezést kapta, és arra az célozza, hogy olyan csapatoknak, akiknek nincs hozzáférésük saját, saját laborhoz, vagy, vagy olyan laborhoz, amit tudnak használni, lehetővé teszi az ország több pontján, elsősorban egyetemi, meg, meg üripari helyszíneken, hogy szakértő felügyelet mellett használhassanak különféle laborokat a, a készítéséhez. Illetve hát később majd még még ennél tágabb területen is. Ez a hálózat most van szervezés alatt, és hát majd később, amikor lesznek konkrét információk, akkor azt is természetesen majd közzétesszük. Miért érdemes részt venni a Kenszet versenyben? Ahogy már említettem, nem elsősorban, vagy nem csak az a célja a Kenszet versenynek, hogy a legjobb tudású, már most fantasztikusan képzett, és legjobb csapatok közül kiválasszuk azt, amelyik csapata a leges legjobban teljesít a döntőben. Ez sokkal inkább szól arról, hogy minden diák, aki részt vesz, az tanuljon egy csomó mindent szakmai téren is. Ezen kívül az úgynevezett soft skills, tehát az emberi kapcsolatok, a, a csapaddinamika, az, az ütemterv tartása, tehát időbeosztás és egyéb ilyen nem műszaki tudás és, és képesség terén is sokat nyerhetnek ezek a, a, a csapatok, illetve a részvevő diákok. Nem beszélve a mentorokról, akik szintén arról számoltak be, hogy, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján, hogy Rengeteget tanultak ők is arról, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet, hogyan kell egy ilyen csapatnyi kamaszt terelgetni, segíteni és, és irányítani úgy, hogy azért a, a munka nagy részét, tehát a tudás megszerzését és a munkát ők végezzék el, ne pedig a mentor. Azért szervezünk találkozókat, meg Facebook csoportot meg a Discord szervert a diákoknak, mert az egyik meghatározó élményem volt a KenSett versennyel kapcsolatban, amikor 2022-ben Bolonyában az Európai Döntőn ott töltöttünk öt napot a magyar csapattal, az akkori magyar csapattal, akiknek hát a jelentős része most a versenyszervezői között van, például Ferenci Levi is, aki most a prezentációt megosztja, ő is a csapattagja volt. Hogy ott betették a 27 csapatot egy terembe, mindenki kapott egy asztalt, és összeeresztették őket. És olyan fantasztikus hangulat alakult ki, olyan atmoszférája volt, olyan segítő, egymás segítő és egymás iránt érdeklődő hangulat alakult ki a csapatok között, hogy ezt próbáljuk mi is itt megteremteni, hiszen az az alapelvünk, vagy az a, az elképzelésünk, hogy át kell érezniük a diákoknak azt, hogy lehet, hogy most egy versenyben ők ellenfelek, vetétársak, de egyben kollégák is, hazonos érdeklődésűek. És lehet, hogy mondjuk egy-két év múlva együtt járnak majd egyetemre. Lehet, hogy négy-öt év múlva egy munkahelyen fognak dolgozni. Lehet, hogy más munkahelyen dolgoznak, de néha közös projekten. Ez az űriparban különösen nagyon fontos, hogy az egyes cégek időnként vetétások, időnként meg partnerek egy-egy munkán. És ez, amúgy is az életben ezt, ezt érdemes szerintem megtapasztalni és, és céllá tenni, hogy, hogy a közös pontokat találjuk meg, és segítsük egymást szakmailag és emberileg. És erre nagyon jó ez a verseny, ez már bebizonyosodott többször is. Uh, és ugyanígy a tudás és a kapcsolatok mellett uh, élményeket is adunk a, a diákoknak. Uh, egy egy ilyen esemény az a visszajelzések alapján uh, egészen hosszan meghatározó élménye tud lenni a gyerekeknek. Uh, amellett, hogy olyan emberekkel, olyan szakemberekkel uh, találkoznak ezeken a találkozókon a döntőn, uh, akik maguk már uh, Letettek az asztalra elég sok mindent, és szakmailag és emberileg is ö, példaképek is lehetnek, de egyben egy kapcsolati háló is kialakul ö, ezeken a, az eseményeken. Tehát ö, már itt bekapcsolódhatnak a, a szakmai munkába, megismerhetnek olyan cégeket, olyan kutatóhelyeket, olyan egyetemeket, ö, kicsit belülről, nem az utcáról ö, kívülről nézve ami nagyon sokat segíthet akár a pályaválasztásban, akár később a munkahely, az első munkahely megszerzésében. Levi, mehetünk tovább, köszönöm. Azt még nem tudjuk, hogy kik fognak idén versenyezni a, a vagy jelentkezni a versenyre és végigcsinálni, vagy akár részben végigcsinálni. De nagyon bízunk benne, hogy ahogy az előző években, úgy idén is az egész országból minél több település, minél több iskolájából lesznek csapatok. Sőt, hát eddig is voltak határon túli csapatok, és, és remélem, hogy, hogy idén is minél több helyről fognak jelentkezni. Következő dián látszik is, hogy. Az előző versenynek a, a résztvevői, résztvevő településeit rátettem a térképre, és hát elég szépen mindenfelé, az ország minden részéből voltak csapatok. Sopron le is maradt, nem értem, hogy miért, pedig volt Soproni csapatunk is. Tehát most az lesz a célunk, hogy minél még több településen, még több iskolában felismerjék a, ennek a versenynek a, a nagyszerűségét, és hogy mennyit tud segíteni a, a, a diákoknak sok területen is. Hát ezt már ugye elmondtam a saját szavaimmal, de akkor most elmondanám, vagy megmutatnám a résztvevő, Diákok és mentorok visszajelzéseiből válogatott szavakkal. Az első és a második versenynek az anonim kérdőjére érkezett válaszokból is válogattunk. És ebből látszik, hogy nem csak a szakmai megszerzett szakmai tudást értékelik a résztvevők, azt is, hiszen itt írja valaki, hogy nulla előzetes műszaki tudással vágott a versenynek és rengeteget tanult belőle, de, de az egy év a soft skills belül is, ugye csapatirányítás, időbeosztás, eh, csapatban dolgozás, eh, és ugye, ahogy itt a negyedik eh, hosszabb eh, Hozzászólás is tartalmazza, hogy nehéz lenne mindent leírni, mert nem tudok általánosítani, mindenfélét el tudtunk sajátítani. Ez az igazi előnye és erénye ennek a versenynek szerintem, hogy nem csak programozóknak, nem csak elektronikával foglalkozó és az iránt érdeklődő diákoknak való, hanem az a jó csapat, ahol mindenféle résztvevő van, mindenféle csapattag van, van, aki a szervezőkészségét teszi bele, van, aki a programozói tudását, van, aki a 3D tervezői ismereteit, és az a jó, ha tanulnak is egymástól, tehát nem mindenki csak abban erősödik, amiben addig is jó volt, hanem segítik egymást és, és tanítják egymást. Felteszünk egy olyan kérdést is ezekben a kérdőívekben, hogy mi a legfontosabb tudás, amit a verseny során kaptál, és ennek egy nagyon jó példája, az erre kapott válaszoknak egy nagyon jó példája, és szívünkből szól, és ez, ez a célunk, hogy elérjük, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy csak bizonyos kiválasztott zsenik tudják ezt a versenyt teljesíteni. Hanem ö, mindenki megtanulhat ö, rengeteg dolgot, ö, ami, amivel előrébb jut a versenyben, és főleg összekovácsolódik a, a csapattársaival. Hát, újabb, nem akarom magunkat annyira fényezni, hogy milyen jó ez a verseny, de tényleg nagyon jó, és rengeteg ilyen visszajelzést kaptunk, úgyhogy ö, bízom benne, hogy ez, ezek meggyőzőek, mert. Ö, mert nekünk nagyon jó leső visszajelzések, de mivel anonimak a kérdőívek, ezért jöhetett volna sok más is. Nyilván volt egy-két negatívabb visszajelzés is, ezeket nem tettem ide be, de arányaiban és, és mértékében a pozitív visszajelzések túlnyomó többségben voltak. Na, ahogy elmondtam, ez a, a verseny októbertől jövő. É, áprilisig tart a magyarországi része, vagy a magyar része, és e, hát utána e, júniusban lesz valószínűleg a, az európai esemény, amikor a, a magyar döntött megnyerő csapat kiutazhat. E, hát itt, ú ezt még itt nem írtam át a, a találkozóknak a nevét, az, az még nem végleges, de, de majd idővel. Kialakul, de ugyanaz a menete, ami egyébként nagyon hasonlít egy űripari projektnek a menetéhez. Tehát lesz majd olyan előadás, amikor egy űripari cégnek a, a tagja mesél arról, hogy egy valódi űripari projekt hogy megy, és ott nagyon ismerős kifejezések fognak elhangzani. Nyilván az sokkal részletesebb, meg, meg komolyabb, meg tovább tart, de ugyanezeket a lépéseket teszik meg. Tehát először fejleszteni kell az eszközt, utána tesztelni kell az eszközt, közöttük mérföldkövek vannak, és ezt úgy kezdjük, hogy először is nem bedobjuk a, a csapatokat a, a, a semmibe, hogy akkor tessék, fejlesztetek egy, egy műhogy hanem segítünk nekik mindenféle képzéssel, tájékoztatóval, tananyagokkal, videókkal. A minden képzés, amit tartunk, az hibrid lesz, ugyanúgy, ahogy ez a, ez a mostani tájékoztató is. Tehát, nem, bocsánat, ez csak online, de a, a képzések általában hibridek lesznek. Tehát egy helyszínen tartjuk az előadást, amit, rögz, amit streamelünk élőben, tehát aki nem tud eljönni, az is tud élőben kérdezni, és utána pedig a felvételt, tehát ezt rögzítjük, és a felvételt utána közé tesszük a csapatok számára elérhetővé tesszük. Ha valakinek van közben kérdése, akkor még menjünk vissza egyet, kérlek. Ha valakinek kérdése van, akkor nem tudom, tegye föl a kezét, vagy valahogy jelezze, mert nem biztos, hogy a begosztás mellett rögtön észreveszem. Köszönöm. Tehát a, a képzések azok októbertől egészen január közepéig tartanak, és idén több képzés lesz, mint tavaly volt, de kevesebb alkalommal, mert azt tapasztaltuk, hogy nem érdemes egy előadást tenni egy alkalomra, hanem ha már mondjuk vidéki csapat felutazik, vagy elutazik Pestre a képzésre, akkor jó, hogyha egymás után mondjuk két előadás van, azért már inkább érdemes eljönni. Úgyhogy kevesebb alkalommal, több előadást tartunk és az előadásokat úgy alakítottuk ki, hogy a korábbi tapasztalatok alapján lesz, ami, amiről több szó esik, mert több probléma volt az alatt területtel. Az első mérföldkő, ez a PDR, ez a Preliminary Design Review, vagy előzetes terfelülvizsgálat magyarul. Ez lesz az a rövidebb dokumentum, amit be kell nyújtani. Ez ennek a benyújtása november, azt hiszem november 23-án lesz, már mint a határideje, és még december első felében kiderül, hogy mely csapatok mehetnek tovább, és folytathatják a versenyt a következő mérföldkőig. Ami a CDR, a Critical Re Design Review, azaz kritikus tervfelülvizsgálat, és akkorra már egy részletesebb és konkrétabb és véglegesebb leírását kell adni az eszköznek, a csapatmunkának, plusz egy legfőjebb öt perces videót is kell készíteni, ami elsősorban a csapat bemutatását, meg a tesztek bemutatását, meg minden olyannak a bemutatását tartalmazza, ami nem fér bele az írott anyagba, vagy, vagy nem olyan jól bemutatható írott formában. Vagy nyomtatott formában. A, a csapatoknak nem csak az a feladatuk, hogy az eszközt megtervezés és elkészítsék, hanem az is, hogy erről a folyamatról minél ö, több ismeretterjesztő tevékenységet végezzenek, ö, hogy minél többen értesüljenek arról, minél többen tanuljanak ebből a, a folyamatból, és, és ö, megtudják azt, hogy létezik ilyen lehetőség hogy a, a reáltárgyak tárgyak azok nem feltétlenül ijesztőek, hanem nagyon érdekesek is lehetnek, meg ezek a műszaki tevékenységek, hogy minél többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy ilyen irányba tanuljanak tovább, vagy akár csak érdeklődjenek. A döntőre kiválasztott, illetve tartalékcsapatok az úgynevezett PLR, a Pre-Launch Review, az az indítás előtti felővizsgálat nevű dokumentumot készítik el, de ezt már csak nekik kell készíteniük, és ez alapján a zsűri gó vagy nógó no jelzést ad a, a csapatnak. Nagyon fontos, hogy az eszköznek biztonságosnak kell lennie, tehát nem jelenthet veszélyt se a rakétára, amiben utazik, se a vele utazó másik kenszetre, mert ugye minden rakéta kettő eszközt visz magával egy kilométer magasba. Tehát a, a zsűri nagyon fontosnak tartja a biztonságot, és ez, ezért, hogyha valamelyik csapat olyan tervet készít, amiről úgy gondolják, hogy veszélyeztethet bárkinek vagy bárminek a biztonságát, akkor nem fogják döntőben engedni. Ezért, hogyha valami olyan ötletük van, hogy mondjuk. Irányított leszállást szeretnének végrehajtani úgy, hogy a, a kivetés után kinyílik belőle valami, az eszközből valami, vagy ketté esik, vagy ilyesmi. Ez nagyon fontos, hogy valamelyik találkozón vagy írásban megbeszéljék a, a zsűrivel, illetve a szervezőkkel, hogy pontosan milyen feltételek mellett szabad egyáltalán ilyet betervezni illetve nagyon alaposan meg kell indokolni, és be kell bizonyítani, hogy az, az nem lehet veszélyes bárkire vagy bármire. Erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Részben azért, mert jelentős részben kiskorúakról van szó, meg éppen, hogy nagykorú lett diákokról, és igyekszünk nagyon vigyázni az ő épségükre. Arról nem beszélve, hogy a mérnöki tevékenység során is ez egy, ez egy, fontos szempont a biztonság, tehát nem árt, hogyha erre figyelnek már most. És aztán jön a döntő, ami egy kétnapos esemény, és a Magyar Honvédség biztosítja a, egy, biztosít egy katonai gyakorló teret az indítási nap számára. A, ami azt jelenti, hogy nagyon szigorúak ott is a biztonsági szabályok, amiket be is tartatunk, és be is tartat a honvédség, é, és, és amellett egy, egy nagyon nagy élmény, tehát egy katonai lőtéren eltölteni egy napot, és rakétaindításokat nézegetni, az, hát hogy is mondjam, csak cool, minimum, minimum nagyon menő, de tényleg, tényleg hatalmas élmény szokott lenni, és utána, az indítás után, ugye a kinyert adatok alapján, még aznap, meg éjjel, meg hajnalban a csapatok elkészítik a prezentációjukat, és másnap pedig egy másik helyszínen bemutatják a, a, a zsűrinek. És hát akkor az egyik csapat megnyeri, és utazhat a Space Engineer for a Day című programra az, a Nordwijkbe ahogy már említettem. Itt látszik így az ütemterv kis színes pöttyöcskékkel is, de ez a, a menetrend, illetve az egyéb dátumok, a képzések dátumai, meg találkozók dátumai, ezek már most fent vannak a kenszetverseny.hu honlapon, és most betettünk egy naptárat, ahol megtalálható az összes ilyen esemény. Nyilván lehet még változás az egyes dátumokban vagy időpontokban, ezeket igyekszünk majd minél korábban, időben kommunikálni, de reméljük, hogy olyan nagyon sok módosítás nem lesz. Ez az elmúlt két évben nagyon jól bevált ütemezés volt, és a tanévnek a rendje, meg az ünnepnapok, meg az egyéb kötöttségek beszorítanak minket abba, hogy olyan nagyon nem tudunk variálni ezen. A, a szükséges idő és energia ráfordítás az, az meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy hogy jó legyen a, az egész. Itt vannak a dokumentumok, amiket említettem, ugye az első és a második mérföldkő, illetve hát a döntőre való engedésnek a, a feltétele. Mehetünk tovább. Bocsánat, annyit még hagyd hozzá ez, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a dokumentumoknak a kritériumai, formai és mindenféle egyéb elvárásai nagyon pontosan legyenek minden tekintetben megcsinálva, ugyanis ez, ezen csapatok már buktak el, szóval erre figyeljetek. Ez így van, ez köszi Levi, hogy ezt említetted, ez így van. Nagyon bízunk benne, hogy sok csapat lesz, és ezért sok dokumentum fog érkezni, de éppen ezért szigorúbbak is leszünk, mint akár az első évben voltunk, mert az is egyfajta készség és odafigyelés és minőség, a munka, valaki munkájának a minőségét az is mutatja, hogy mennyire figyel oda a részletekre, az előírásokra, hogy mikor kell beadni, milyen formátumban kell beadni, mi legyen a fáj neve, stb. Tehát hogy ne Word-ben érkezzen a dokumentum, ha egyszer PDF-ben kértük, ne 0 óra 7 perckor, ha egyszer éjfélig kértük, és, és, ez, is, ez is odafigyelést igényel, és ez is egyfajta minőségi mutató. Úgyhogy igen, így van, köszönöm. A, képzés a tájékoztatókat, illetve a képzéseket úgy osztjuk be, hogy hát a szerda az igazából idén lehet, hogy nem is lesz szerdai alkalom. Talán a következő ilyen tájékoztató lesz szerdán, de az sem 16 órától, nem 15. De általában péntek délután, vagy szombat késő délelőtt, kora délutáni befejezéssel tartjuk a képzéseket, azért, hogy kevésbé ütközzön a, a diákoknak, a, illetve a mentoroknak a, az iskolai teendőivel, és hogy esetleg akár vidéki csapatok is el tudjanak jönni, ha nem mindegyik képzésre, de, de legalább néhányra. Ez nagyon fontos nekünk az, hogy a, vidéki, illetve határon túli csapatok minél kevesebb hátrányt szenvedjenek, amiatt, hogy nem budapestiek, vagy nem Budapest környékiek, és ezért teszünk elérhetővé minden alkalmat, ezért rögzítünk minden képzést, ami nyilván nem adja ugyanazt a, a, az élményt, meg ugyanazt a e, nem is tudom, atmoszférát, de, de mégiscsak az információk elérhetők, illetve visszanézhetők lesznek többször is akár bárki számára. Hiszen vannak olyan képzések, amik elsőre lehet, hogy nehéznek, vagy zavarosnak, vagy bonyolultnak tűnnek de utána a többször megnézi az ember, akkor azért letisztul. Készültek és készülnek is még tananyagok, de természetesen ezek csak ilyen kezdő segítségnek szánt dokumentumok. A tudásnak a nagy részét azt a csapatoknak maguknak kell összeszedniük és felelniük. Ez ma már nem akkora feladat, mint régen lett volna, hogy be kell menni egy nagyon messzi könyvtárba, hanem az internetről rengeteg minden elérhető, de azért igyekszünk kezdőanyagokkal segíteni. Ez még az első évből való kép, ami, vagy borító, ami, ami itt látszik, de, de lesznek újak is. Ezeket a, az alkalmakat tervezzük a képzésekre. Az első az mindjárt ilyen hármas esemény lesz, hogyan kezdjünk neki egy csapat szervezésének, illetve a készlet elkészítésének, illetve mikrovezérlő alap ismeretek. Utána a 3D tervezés és nyomtatás, utána lesz egy, egy hardware tervezési előadás, ez tavaly is nagyon nagy sikerű volt, és egy nagyon komoly színvonalas előadás, ott mint mindegyik egyébként. Utána lesz egy műhely gyakorlat, reméljük gyakorlat is lesz, ez még helyfüggvényen. Tavaly ezt Detre tartotta, reméljük idén is ő fogja tartani, és, és, nagyon élvezetes forrasztási bemutatót tartott, mikroszkópon, kivetített mikroszkóp képen keresztül nagyon hasznos volt. A egyik tagunk Tudás Levente a rádiózás alapjaiba vezeti be a diákokat, és ő is nagyon jó előadó, és nagyon tapasztalt műhold készítő is, a Maszat egy készítő csapatának volt tagja ő is, és azóta számtalan műholdat készített. Utána a másik zsűri tagunk, Pál András, akinek azt hiszem most is kering műholdja a föld körül, ő a szoftver tervezésről fog beszélni. Utána Szintén egy többes előadás csomag ernyőkről, tesztelésről, illetve a Lora rádiokommunikációról, ami egy, egy speciális külön ága a rádiokommunikációnak. És közkívánatra a tavalyi-tavaly előtti ö, tapasztalatok alapján, lesz egy olyan előadás, ami arról szól, hogy amikor nem működik a rádió kapcsolatunk, akkor mit is csináljunk, és hogy lehet megjavítani, és mi lehet a problémát, hogy, hogy lehet megtalálni a problémát és megoldani. És az utolsó, az pedig a második találkozón fog elhangzani, a BMS Suborbitas egyik képviselője fog a rakétákról beszélni, hogy a csapatok mégis valami fogalmat nyerjenek arról, hogy mibe is, milyen eszközbe is kerül az ő, ő kenszetjük, és mit is kell kibírniuk majd az indítás során. Hát itt néhány ilyen ö, tavalyi gondolatomat gyűjtöttem össze. Ö, első évben adtunk kezdőcsomagot a csapatoknak, második évben nem adtunk, mert hogy minden csapat más szinten van. Jelenleg még sajnos nem tudjuk, hogy tudunk-e kezdőcsomagot adni, ez attól függ, hogy lesz-e rá szponzorunk, mert hogy sajnos hát a némi válság mutatkozik ezen a területen, ebben az iparágban is, és hát azért korlátosak az erőforrásaink. Igyekszünk minden olyan dolgot megteremteni a verseny során, ami valóban fontos, és hát ami nem nélkülözhetetlen, az pedig a forrásainktól függ, úgyhogy ezt még meglátjuk. A legtöbb dologról beszéltem már. A lényeg az, hogy a képzések között van olyan, ami egészen kezdőknek fontos inkább, és van olyan, amihez már azért kell egy kis alapozó tudás, tehát kicsit, kicsit haladóbb képzések. De ettől függetlenül minden csapatnak és minden versenyzőnek ajánljuk az összeset, hiszen a végére ez összeáll egy, egy reméljük konzekvens és koherens tudássá. Az első találkozón a csapatok ismerkednek egymással, a szervezőkkel, a zsűritagokkal. A zsűritagok tavaly is hoztak már magukkal igazi műholdalkat részeket, idén is fognak hozni, tehát valódi műholdak, valódi alkatrészeinek a bemutatója, azokkal való ismerkedés is lesz, motivációs előadások, és még számtalan meglepetés. És ez kezdi a, ennek a közösségnek a kialakítását, ami reméljük, hogy a verseny végére már szépen kialakul. A második találkozóra viszont már a csapatok elhozzák a félkész eszközüket, és bemutatják. Nem kell kiállni egy színpadra és ott előadást tartani, hanem mindenki kap egy asztalt, oda kipakolja a holmiát, laptopját, kenszettjét, ernyőjét, akármiét, és egymás között mászkálnak, beszélgetnek, érdeklődnek, a zsűritagok is körbenéznek, megnézik, hogy ki mivel készül, tanácsokat adnak, stb. lehet tőlük kérdezni, úgyhogy ez már egy, egy nagyon komoly szakmai találkozó, és segít abban, hogy a megfelelő CDR-t, megfelelő dokumentumot tudják elkészíteni a második mérföldkőhöz. A harmadik találkozó már ilyen levezető jellegű, és hát ott bejelentjük, hogy melyik csapatok jutnak a döntőbe, illetve lehetnek tartalékosok, néhány levezető beszélgetés, előadás, illetve a honvédség képviselője mesél akkor a döntőről, hogy mégis milyen elvárások lesznek. Hát, ez a következő programok vagy pontokról már nagyjából beszéltem, indításon a prezentációs nap arról is, hogy európai döntő pillanatnyilag nincsen, ez az Ézának egy döntése, amit hát megnézik, hogy hogy működik, és, és egy, egyébként nagyon jó színvonalas programot szerveznek az esztekbe a technológiai központba. Csak egy kis kiegészítés, hogy elvileg két mentora is lehet egy csapatnak, mi szabályunk is így szól, de a nyertes csapatot csak egy mentor kísérheti ki Norvegbe, kivéve, ha nagyon indokolt, hogy kettő utazzon. És akkor hogy lehet részt venni a versenyben? Hát egyrészt, ugye valaki eljön, meghallgatja ezt a, tájékoztatót, és elgondolkozik azon, hogy hát valamiért szeretne részt venni rajta, akár mentorként, akár diákként, és hát összeszed barátokat, ismerősöket, osztálytársakat, mentort talál, és ír egy motivációs levelet. Tehát nem csak annyi a regisztráció, hogy, hogy akkor kitöltünk adatokkal egy űrlapot, hanem egy minimális erőfeszítést bele kell tenni, hogy ezt megfogalmazzák, hogy miért is szeretnének részt venni a versenyben. Nem kell az AI-hoz fordulni, hogy a ChatGPT írja meg, nem kell nagy dolgokra gondolni, nem fogjuk emiatt kizárni a versenyből azt, aki nem megfelelő motivációs levelet ír. Ez igazából azt mutatja, hogy, hogy végig gondolta a csapat azt, hogy, hogy valójában tényleg szeretné ezt csinálni. Van két, vannak nyilatkozatminták a regisztrációs űrlaphoz kiskorúaknak, nagykorúaknak, mentoroknak, a megfelelőeket kérjük szépen rendesen kitölteni, értelemszerűen, ha probléma, kérdés van vele kapcsolatban, akkor, akkor nyugodtan lehet írni nekünk, és a minden csapattag és minden mentor töltse ki, szkennelje be, vagy fotózza le, és várjuk a, ezeket az, a nyilatkozatokat, az elejét nyilatkozatokat e-mailben. Nem bonyolult nyilatkozatok, csak oda kell figyelni, hogy valóban legyenek kitöltve a versenyző adatai, ha a kiskorú, akkor a, a képviselő adatai, legyen beiktárolva a megfelelő helyen, legyen aláhúzva a megfelelő helyen, legyen aláírva, e, olvasható legyen, hogy el tudjuk olvasni, jó helyre küldjék, jó e-mail címre, e, minden nyilatkozat csatolva legyen. Ha lehet, akkor egy csapat, az ne 6 plusz 2 külön e-mailben küldje el a nyilatkozatait, hanem egyben összegyűjtve, mert hát azért végesek az erőforrásaink, és nagyon sok energián kell tud menni azzal, hogy akkor azt listázgatjuk, hogy egy csapatnál a, a haddiáknak, meg egy vagy két mentornak a, az összes nyilatkozata megérkezett, akkor leveleket írkálunk, hogy, hogy még kié hiányzik, küldjék el, többi Nagyon megkönnyíti a dolgunkat, hogyha szépen összeszedetten együtt kapunk mindent. És mondjuk nem egy drive feltöltve linkeket kapunk, hanem, hanem csatolmányként magukat a dokumentumokat. Ezt nagyon megköszönjük, hogyha, ha így, így tudják intézni. Mert sok időt és energiát megtakarítanak nekünk vele rendszeresen nézzük ugye a postafiókot, a spam a mindent, de, de ezt szeretnénk kérni a csapatoktól is, hogyha valamire nem kapnak választ hamarosan, akkor nyugodtan lehet kérdezni, visszakérdezni, írni, hogy, hogy nem felejtettük el, nem tűnt el a spam-be, megkaptuk-e, hmm általában egy-két-három nap alatt szoktunk válaszolni, de ugye az a helyzet, hogy mi ezt mind munka mellett csináljuk, meg tanulás mellett, úgyhogy nem, nem főállásban. Úgyhogy elnézést kérünk, hogyha valamire nem, nem reagálunk, vagy nem időben, de ilyenkor nyugodtan, nyugodtan, rá lehet kérdezni. Igyekszünk mindenkinek hamar válaszolni mindentbe. Viszont azt kérjük, hogyha mi kommunikálunk valamit a csapatok felé, akkor azt, azt a csapatok is figyeljék, és válaszoljanak. Ugye a regisztrációnál kérjük, hogy adjanak meg e-mail címet. Most, most a, idén először kérünk minden csapattaghoz e-mail címet, mert rengeteg olyan volt, hogy megadtak egy e-mail címet, és aztán a csapattagok egy része, vagy az egész csapat nem értesült fontos információkról, mert akinek az e-mail címét megadták, az nem nézte, nem adta tovább az információt, stb., és, és így aztán lemaradtak esetleg információkról vagy eseményekről, és, és hát ezt nem szeretnénk. Tehát azt kérjük, hogy tényleg figyeljék és reagáljanak a, a, az érkező levelekre. A kommunikáció. Mi elsősorban a regisztrációkor megadott e-mail cím küldünk hivatalos értesítéseket, tehát ami, ami tényleg a versenyszervezőknek a, a hivatalos információja. Illetve indul majd egy hírlevél, ami az előző két évben is, is mindig ment, olyan 30-40-50 hírlevél ment ki egy-egy verseny alatt. És erre azokat az e-mail címeket vesszük fel erre a listára, ami megvan adva a regisztrációkor, de utólag is lehet kérni, hogy még valaki, valamilyen plusz e-mail címet vegyünk föl, és akkor oda is fog menni. Uh, ahogy mondtam, weblapunkon a kenszetverseny.hu-n, a Facebookon a, a Kenset Hungary 2025 oldalon, illetve az Instán a szinten a Kenset, hát azt hiszem Kenset Hungary ott volt az elején, uh, oldalon is ö, igyekszünk a, az információkat közzé tenni. Igen, Satellite Camp program szeretne valamit mondani. Ö, igen, ö, csak annyit szeretnénk kérdezni, még itt a csapatunkkal, hogy már indultunk tavaly és hogy van-e valami nagyon, ö, úgymond egy fontos változások a szabályzatban, ami, tehát hogy az elvárások tekintetében meg ilyesmi. Nincs. Nincs? Nincs, Ugye az ÉZA sem változtatott, és mi az ézá az előírásaihoz igazodunk műszakilag, tehát a, a kenszettel kapcsolatos elvárásokban. A csapatok összetételét illetően annyit változtattunk, csak amit már említettem, hogy a 13. technikumi évfolyamban járók is részt vehetnek, hogyha a hogy van a regisztrációs határidőig, nem töltötték be a 19. életévüket, valahogy így van, mert ugye az Ézának ez a 19 éves korhatár az előírása. Rendben. Úgyhogy ennyi, ennyi, a lényegi változás szerintem más nincs. Ugye mi továbbra is engedjük azt, hogy két mentora legyen egy csapatnak, csak a, az Ézához kiutazás kiutazó csapatnál van ez a megkötés, hogy csak egy, egy mentor utazhat. Jó rendben, köszönjük, ez az utóbbi info fontos volt, hogy uh -huh. fontos. igen Köszönjük szépen. Nincs mit. Tehát, igyekszünk több oldalon is több helyen is kommunikálni az információkat. Ezen kívül a, van egy YouTube csatornája a Magyar Asztronautikai Társaságnak. Ezen a néven Magyar Asztronautikai Társaság megtalálható a YouTube-on. És uh, itt külön, külön uh, minek hívják ezt? Lejátszási lista van a kenszetes videókra. Uh, vannak nyilvános videók, uh, a, a, ezek elsősorban a beharangozók és, és egyéb ilyen, ilyen összeállítások. És vannak, van az a lista, ami nem nyilvános lista, hanem a linkjét megküldjük a csapatoknak, hiszen ezek olyan értékes, uh, tudást tartalmazó videók, amikért hát annyit meg kell dolgozni, hogy legalább részt kell venni a versenyen, regisztrálni kell. Meg hát ezek fésületlen videók, tehát ezek nem szerkesztett videók, nem mit tudom én, hogy világított profi videók, hanem egy előadásnak a fésületlen felvétele, úgyhogy ezt azért teljesen nyilvánossá nem, nem is akarjuk tenni. Igen, ott van egy jelentkező, csak nem látom, hogy kicsoda. Egy. Egy fotó van Ös, ős. Ős. ős, ja, szia Ös, mondjad. Annyi, hogy nem tudom, az, hogy, hogy fix egy órás a, a zoom? Nem, nem fix egy órás a ja, zoom. Jó, okay. Csak vissza kell lesz. mennem dolgozni, úgyhogy sokkal hosszabb a Annyi, nem. hogy a végén végén majd akkor egy öt percet én is beszélek a laborhálózatról. Három percet kapsz majd a végén szólok, jó? Jól van, oké. Okay. <laughs> Rendben. Szóval ott tartottunk, hogy a videókat érdemes majd megnézni, akár többször is. Illetve tananyagok is fognak még kikerülni a weblapra azok mellé, amik most fönn vannak a, a két évvel ezelőttiek. E, és a disz... bátorítok mindenkit, hogy a Discordot használja. E, korábban Messenger csoport volt, de mivel a, a diákok jelentős része a túlnyomó többsége a Discordot használja. És az egy nagyon praktikus és jól, Jól használható és kevésbé erőforrásigényes felület, mint a, a Messenger. Sokkal több mindent lehet ott művelni, ezért igyekszünk teljesen áttérni a, a Discordra, a, az e-mail mellett persze. Tehát az e-mailes kommunikáció továbbra is létezik és, és lesz. A, ugyanígy a, a csapatok is kommunikálhatnak a szervezők felé e-mailen, illetve hát engem mellett érni telefonon. Messengeren is, de jobban szeretnénk a Discordot, ahogy mondtam, és hát a, a Facebookon, a Facebook oldalunkon is lehet üzenni, illetve az Instagram ö, posztoknál is ö, akár. De, illetve hát a csapatok szoktak csinálni ö, Instagram oldalt, vagy mi az Instagram fiókot, és rengeteg, rengeteg csapat posztol nagyon érdekes, izgalmas posztokat, képeket, beszámolókat. A, a verseny visszaszokta jelölni a csapatokat, egyes személyeket nem, úgyhogy emiatt is nem szeretnénk a sértődés lenne, de ez a, ez a policy. No, azt hiszem, hogy nagyjából a végére értünk. Ha vannak kérdések, akkor még nyugodtan jöhetnek a kérdések. Gondolkozhatnak rajta, írásban is jöhetnek, majd akár e-mailben, akár közösségi médiában, és akár úgy, hogy a következő tájékoztatón is meg tudjuk válaszolni, hogyha ha olyan, olyan kérdés van. Mondjam én? Hát nincs kérdés. Nekem lenne egy kérdésem a Tegedi Tudomány Egyetemről. És ott egyébként ma délután fogunk egy középiskolás szakkört tartani, ahol szeretnénk mi is reklámozni a Kenszet versenyt. Szóval. És szeretnénk érdeklődni, hogy van-e valamilyen kiadvány, amit tudunk nekik mutatni? Csináltunk egy plakátot, azt, azt lehet. Egyébként elküldtünk minden középiskolának, egy, egy, levelet, a, a, hát az oktatási hivataltól letölthető, elérhető adatbázisból kinyert e-mail címekre. Tehát elvileg minden középiskolának a titkársága, igazgatója kapott egy e-mailt, amiben ezt kiküldtük, az információkat is, meg ezt a plakátot is. És hát ezt szívesen, szívesen megküldöm, most így nem biztos, hogy tudom csatolni, illetve biztos, hogy nem tudom így hirtelen, de ha egy e-mail címet... Csetbe rögtön beleírom. Jó. Az jó lesz, akkor oda elküldöm szívesen. Szépen, és akkor ezt közvetlen a diákokhoz juttatjuk. Szuper, szuper. Illetve hát érdemes egyébként nagyon fontos az, hogy, hogy találjanak olyan mentortak aki segíti őket, mert nem minden iskolában van olyan pedagógus, akinek van erre energiája, kedve, türelme. Volt olyan, hát, volt olyan csapat, akik, tudom, hogy konkrétan mentor nélkül csinálták végig a versenyt, de azért az nagyon kemény, és nem biztos, hogy az a cél, hogy, hogy ne legyen mellettük senki, aki irányítgatja, támogatja őket. Úgyhogy ez is egy fontos dolog, hogy, hogy mentor legyen, aki, aki hajlandó és képes velük foglalkozni. Igen, a mentorálásban is el szeretnénk segítkezni, illetve van 3D nyomtatunk, a többi, úgyhogy mi szeretnénk Nagyon jó. ezt a versenyt. Szuper. Én mindenkit bátorítok, hogy ez ugyan egy nagyon elég hosszú és elég sok energia befektetést igénylő verseny, de szerintem nagyon megéri. Tehát olyan fantasztikus visszajelzések és, és tapasztalatok vannak, hogy ugyanez egy tehetséggondozó verseny alapvetően, de nem csak. Tehát az egyik üzenetünk az ezzel a versennyel, hogy nem kell tényleg zseninek és iszonyatosan képzetnek és már fantasztikus sokféle tudással felvértezettnek lenni ahhoz, hogy valaki élvezetet találjon ebben a versenyben, és rengeteget tanuljon úgy, hogy igazából szórakozásból. És hát, és hát, olyan emberi kapcsolatok is alakulnak a verseny során, ami, ami szintén nehezen szerezhető meg hétköznapokban. Úgyhogy mindenkit biztatok. Mi igyekszünk minden segítséget megadni hozzá. Na akkor ez egy jó végszó volt, mert én is, én ugyanezzel folytatom. Tehát Detrezős Fonor vagyok, én, én vagyok a Kenseth a magyar Diáklabor hálózatnak a, a vezetője, és ugye az az ötlet jött múlt évben, hogy mivel tudnánk segíteni a, a, a Kanszet versenyt, és a, az alapötlet az az volt, hogy minden csapat közelében legyen egy olyan hely, ahol, ahol megvan minden infrastruktúra, de legfőképpen van egy olyan ember, aki, aki tud segíteni nekik. És hát ez, a, ez, a, ez az év egy kísérleti év, mondjuk úgy, mivel ahogy Magyarországon először alakul ilyen, és nagyon sokat változott ut utóbbi 9 hónapban a koncepció is, viszont kialakult, és ami a nagyon jó hír, hogy most már 14 egyetem, és, és két tucat cég, és több ezer mérnökkel, tehát ezek nagy cégek is, jelezték, az, a, a, csatlak, a csatlakozási szándékukat. Tehát az utóbbi, tehát most már úgy néz ki az, hogy, hogy Magyarország határait is át, átívelő diáklabor hálózat fog kialakulni, és ez az első év, ami, mint mondtam, egy kicsit kísérleti év, és le, meglehetősen soft startot fogunk venni, az, az, azt jelenti, az, hogy ebből a 14 egyetemből és két tucat cégből minden, minden egyes héten kb. 2-3-4 cég lesz az, aki, aki, azt fogja jelzni, hogy készen vagyunk, és, és várnak titeket. Eddig meglé már meglévő lehetőségeket és infrastruktúrát gyűjtöttünk össze, és az egész, egésznek az ereje az az, hogy, hogy minden egyes laborhelyszín, akárhol is legyen Magyarországon, el, el fogja tudni érni a, egy másik laborhelyszínnek a, a, az infrastruktúráját. Most itt mindig felhoztam, péld, nagyon tökéletes példaként, Debrecenben egy, egy, egy teljesen high-tech elektronika labor van, és mondjuk célunk az, hogy mondjuk Szegedről, vagy, vagy, vagy Pécsről, vagy Budapestről is ezek, ennek a tudása elérhető legyen. De, de most már két helyen van fém 3D nyomtatónk, és még sorolhatnám. Jelen pillanatban dolgozunk egy interaktív térképen, ahol mindez látható lesz, és, és közvetlenül ti tudtok kapcsolatba lépni az adott helyszínnel. Amíg ez nincsen meg, addig, addig azt kérem az összes csapatot, hogy, hogy vegyék fel velem, vagy a csapatunkkal, hát legfőképpen velem vegyék fel a, 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 kapcsolatot, és ilyenről már, már, már rögtön volt ilyen, akit rögtön össze tudtam kötni az adott, a legközelebbi helyszínnel, és, a, és az ott lévő mérnökkel, vagy, vagy egyetemi tanárral, vagy diákkal. Ami még újdonság lesz ebben az évben az, hogy, hogy kiépítünk ki mindent. Mondtam azt, hogy ezek a cégek, Néha nagyon nagy cégekről, ilyen Bosch Rexolt, Bosch gis ilyesmikről beszélek. Nagyon-nagyon sok mérnökkel tudtuk így, vagy van hozzáférésünk. És ami nagyon sokat tud segíteni egy-egy csapatnak, hogyha tudnak akár fél órás konzultációt, de a megfelelő emberrel kérni. Ugyanis rögtön ő meg tudja adni azt a, azt a lökést egy-egy problémánál, ami, ami uh, további, a, tehát a, a sikerhez nagyon-nagyon fontos. Amit még gyorsan elmondok, képzés, uh, Kenszetlebb Egyetem, itt a, az, hogy, az, hogy több helyszínen vagyunk, tehát most már uh, uh, közel 20, uh, Magyarország közel 20 uh, uh, um, városában, ennek lesz egy olyan, olyan előnye az, hogy nem csak hibrid, hanem multihibrid előadásokat is fogunk tartani. Például az én forrás-technikai órámat azt Debrecenben, vagy akár Pécset is tudják párhuzamosan élőben követni, ott lévő segítőkkel. Ami nagyon fontos még az, hogy, hogy végre annyira gyorsan történt ez az egész számomra is, hogy arra se volt idő az, hogy, hogy, hogy ennek egy jogi formája legyen. Most már ez is megvan. Magyar űrkutatás nonprofit KFT néven céget alapítottunk direkt erre a, a projektre. És még egy dolog az, hogy akik, akik elérték azt, hogy hogy elérjenek a, a döntőig, nekik már ez évben lehetőség lett az, hogy igazi űreszközt fejlesztenek. Ez egy hihetetlen motivációs, ez már, már a kenszet is, de ez aztán tényleg benne van egy életre valakinek a az életrajzában, és ezt innentől kezdve megpróbáljuk minden évben biztosítani. Ez még csak ígéret, de ez, ez már ebben az évben sikerült, tehát lehetséges az, hogy jövőre is valóság lesz. Röviden ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen. Én tanúsíthatom, hogy, hogy ősnek a lelkesedése az, az végtelen. Annyit kiegészítésről szeretnék mondani, hogy ez ö, időnként ö, okoz ö, félreértéseket, hogy a, a Kenset verseny és a Kenset Lab az, az nem teljesen ugyanaz. Tehát ö, szerintem, amit ős mondott, abból kiderült, hogy ugye a Kenset verseny az, ami, ö, ami most történik. A Kenset Lab pedig egy ebből, ö, ebből az öt jött ötletre alapult hálózat, ami ö, kicsit másra is. Teljesen segíti. Egyrészt a versenyt segíti, de, de hát hosszabb távon azért, azért ez másra is jó lesz, nem ős, igen, hát ez igen, széles tehát ez egy szélesebb Igen, pontosan dolog. ez az. Ez uh, ez nagyon, nagyon, nagyon gyorsan el tudom meg tudom magyarázni, tehát a Kenset Lab az azért lett Kenset Lab, mert ez egy tökéletes kezdés, de tehát első évben ez a laborhálózat konkrétan erre e, próbál fókuszálni, az, hogy nektek segítséget adjon, de például be, a, tehát jövő évtől nem csak erre lesz jó. Nagyon-nagyon sok jó magyar, magyar programmal találkoztam, amik mondjuk csak egyetlen egy helyszínen volt volt lehetőség csatlakozni hozzá, és az ilyen hihetetlen jó programokat, akár robotika, akár mesterséges intelligencia, minden egyes helyszínünkön majd, majd elérhetővé fogjuk tenni. De ez, ez távlati cél. Így van, de a lényeg az, hogy szeretném egy kicsit a kommunikációt így egyértelműsíteni, tehát versenyel kapcsolatos technikai kérdésekkel forduljanak, a, vagy forduljatok, bocsánat, a tegezése, de általában mindenkivel tegeződünk így a versenyben, tehát nyugodtan forduljatok a Discord szerverhez, vagy e-mailben hozzánk a versenyszervezőihez, ha pedig laborhasználati probléma, vagy, tehát laborra lenne szükségetek, vagy laborban segítségre, akkor a kenszetlebhez lehet fordulni. Ezen kívül, ahogy Örs is mondta, hogy, hogy nem, csak egy, nem csak a kenszet verseny van a, a, Magyarországon, amivel érdemes foglalkozni a esetleg diákoknak. Az Ezeró hungary -ről már beszéltem, de ö, nem csak a Kenszet tartozik alá, vannak egyéb programok is, amik szintén nem pont ilyenek, mint a Kenszet, sőt teljesen mások, de épp ezért lehet, hogy olyan diákokat érdekelhet, akik mondjuk a Kenszeten nem vennének részt, és bíztatok mindenkit, hogy, hogy ezeket is nézze meg. Ö, az egyik a, a klímadetektívek, ez egy környezetvédelmi fókuszú ö, ö, program, ami elsősorban műholdfelvételeken felvételeken keresztül ö, biztatja diákokat arra, hogy környezeti problémákat tárjanak fel és javasoljanak rá megoldást, de nem feltétlenül csak műholdfelvételekkel, felvételekkel, de alapvetően a, a föld megfigyelő műholdak alkalmazását ö, is ö, meg lehet ismerni ezen keresztül, tehát ez a klímadetektívek, és ez nem csak középiskolásoknak, hanem ez általános iskolásoknak és szól, ezért fontos, hogy számukra is van program. A holdbázis nevű program pedig angolul a Munkem Challenge, ez pedig 3D tervezéssel foglalkozik, és hát a nevében is benne van, hogy holdbázist, vagy rakétát, vagy, vagy keringőegységet, vagy rovert, stb. lehet tervezni vele, és ezt, ezt is a be lehet küldeni az a édzának illetve hát van a, ez, ja, ez is általános iskolásoknak is szól, van a, a Mission X, ami hát ez úgy, mint egy űrhajós Szlogennel ilyen testmozgást népszerűsít, illetve az AstroPálya, ami egy ilyen egyszerű ilyen programozási kihívás. A legjobb programokat lefuttatják a, a nemzetközi írállomásnak a, a fedélzetén lévő számítógépen. Úgyhogy ez mind különféle kihívás, különféle verseny, és mindegyik másra jó és más, más érdeklődésű gyerekeknek való de a legtöbb olyan, ami, hogy eltérően a kenszett versenytől már általános iskolások is részt vehetnek benne. Úgyhogy ezt még egy kis kiegészítésként szerettem volna elmondani. És hogyha valakinek még lett kérdése időközben, akkor az ne fogja vissza magát. Igen, megint ős, megint te, komolyan. Igen, azért nagyon jó gondolatot mondtál, tehát az, hogy kettiszedjük, hogy mikor, mikor kell, kell, hozzátok fordulni, és mikor hozzánk. Tehát hozzánk nagyon-nagyon ilyen sematikusan mondva, tehát hogy a 3D nyomtató, forrasztó pálka, hogy bármilyen infrastruktúra kell, vagy egy olyan mérnök, aki, akinek a tudása sokat segítene, akkor forduljatok hozzánk. Minden másban ott van a versenycsapat szervezők. Így van, illetve mi is biztosítunk konzultációs lehetőséget. Van, vannak olyan szponzoraink, akik nek a felajánlása nyomán ők is tudnak segíteni, de ő is nagyon jól mondta, hogy ha, ha forrasztópák a 3D nyomtatás, vagy, vagy, akármilyen technikai probléma megoldásához segítség kell, akkor, akkor őket is lehet keresni. Megnézem, hogy milyen üzenetek jöttek. Valaki elköszönt, illetve jött egy e-mail cím, azt majd jól fölírom magamnak, és más kérdés nem érkezett. Úgyhogy, ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Most már egy és negyed órája beszélek, szerintem már, már mindenki unja. Úgyhogy köszönöm a részvételt, bármi kérdés még felmerül, nyugodtan várjuk az e-maileket, vagy bármilyen csatornán az üzeneteket, és igyekszünk minél hamarabb válaszolni. És most.